Mai beszélgető partnerem Schiffer Miklós, aki doktor, de nem szereti, hogy doktor, vagy szereti, csak nem mondja, és az, hogy stílus tanácsadó, meg ilyen címkéket már természetesen nem is aggatok rád, mert sok mindent csinálsz. Na, summa summarum, az, hogy mi most itt beszélgetünk, azon gondolkodtam, hogy kivel is üljek le most éppen, és most bevallom neked, a fiamat is beavattam ebbe a dilemmába, aki kérdezte, hogy miért nem hívod meg a Miklóst. És mindig volt egy olyan érzésem veled kapcsolatban, miközben 25 éve csinálok interjúkat, hogy te már úgy megvoltál. Mert hogy azért hogy időnként kibeszélgetjük magunkat, és valahogy ez nekem olyan természetessé vált. És egyszer csak rájöttem, és ugye ezt mondtam is neked, amikor fölhívtam. Amikor beszéltünk telefonon. Igen, hogy milyen érdekes, hogy most nevezzük ezt úgy, hogy formálisan, de hogy egy ilyen interjú helyzetben. Nem voltunk mi még. Még nem voltunk, miközben... Talán rádióban, talán, nem tudom, de így biztos nem. Még elképzelhető az is, miközben időnként azért szidunk közösen másokat, és kibe... Helyzeteket, helyzeteket. Nem is gondolom, igen. Hogy inkább helyzeteket. Nagyon helyes. Ezt jó, hogy mondod, mert nem szeretem ezt a személyre szapott karaktergyilkos szidalmazást. Igen, helyzeteket, igen. Nagyon érdekes egyébként, mert próbáltam visszaidézni, és aztán megfejtettem, hogy mi mikor beszélgettünk úgy igazán legelőször, és talán Visegrádon egy szakmai eseményen, a bárban kezdtünk el egyébként így hosszasan beszélgetni, és köszönés után az első mondatod az volt, hogy milyen szép Art Deco órád van. Hát mondom, ez a pasi, ez tényleg örült. Szóval, ja, tényleg örült, az azt jelenti, hogy örült. Hogy örültem, hogy végre egy másik örült, és szóval, ebből az egész sztoriból az Art Deco-ság nekem az érdekes, hogy közel 100 éve lehetett talán ez csúcsán, ez a stílusa. Szerintem most pont jókat mondasz, mert 21 van, 21, hát 22, 20 körül. Most, 20 körül, igen. Most igen, nem lehet a művészeti irányzatoknak pontos dátumot szabni. 20-as, 30-as éve. Nagyságrendet mondtam, és nyilván ennek is voltak előképei, meg aztán kisebb-nagyobb felvirágzásai. De nagyon érdekes ez az Art Deco stílus, mert hogy ez mégiscsak volt akkor talán az elegancia és a luxusnak egyfajta kifejező eszköze, és mindjárt így in medias bele a résbe, hogy ezt mondták régen, hogy hová tűnt ez a, nem csak a stílus, hanem az eleganciának, a finomságnak és a luxusnak a helyén kezelése. Az igazi luxus. Majd beszélünk a nem igaziról is, de hogy érted, hogy pontosan érted, hogy én talán mire, pontosan értem. Mire gondolom. Hát mert hogy szoktunk erről beszélgetni, igen, a finomságokról. És, hát a 20-as, 30-as évek élet vitelében volt a luxus szeretete. Ahogy az emberek eljártak este szórakozni. Eljártak szórakozni. És innen nem kell messze mennünk. Ugye az Operett Színház utcája, Nagymező utca, ahol Európa hírű kabarék, szórakozóhelyek, most hirtelen Abázia, azt hiszem az volt, ahol forgó színpad volt a 20-as, 30-as években. Tehát a Moulin Rouge is. A Moulin Rouge, tehát az emberek vállalták és szerették, hogy kicsit mondénak, kicsit elmennek, és luxust élnek meg, és nem csak a nagyon gazdagok vehettek ebben részt, hanem mondjuk már a középosztály is. Erről szóltak egyébként magyar filmekben, milyen sokszor van ez a sztori, hogy ilyen közép életvitelt vezető vagy vivő ember eljutott egy ilyen helyre. Tehát ez benne volt valahogy a vágy az emberekben. Ma pedig minden ilyen az gyanús. Új luxus nevezünk ki, új dolgokra mondjuk, hogy luxus. Arra mondjuk, hogy luxus, hogy van egy óriási fölirat egy világhírű nagy cégnek mondjuk a pulóvereden. És én szerintem ez nem luxus, ez inkább magamutogatás. Ez inkább drága. Igen. Mert ugye a drága is egy relatív. Mi a drága? Azért mondom, de igen, hogy a drága, az álluxus, az drága. Hát ahhoz képest, hogy nem igazi, ahhoz képest persze, hogy drága. Ma az emberek föliratokkal, brendekkel próbálják meg magukat helyzetbe hozni. Úgy érzik, hogyha van rajtuk egy nagy fölirat, egy nagy márkától, és akkor most nem akarok rossz májú lenni, esetleg nem hamis,
akkor úgy érzik, hogy ezzel ők valahová tartoznak. Annó ez nem számított. Ugye a fölirat már önmagában nem volt jelen. Ez a 60-as, inkább 70-es években Pierre Cardin volt az első, aki a divatba kitalálta a föliratot. De a lényeg az, hogy nem csak, hogy a fölirat nem volt, hanem az új ruhának se volt akkora jelentősége. Tehát a 20-as, 30-as években magára adó emberek, akik persze ezt megengedhették, az az inasukkal koptatták egy kicsit a ruhát, mielőtt fölvették volna, mert nem volt menő újba lenni. Az olyan magamutogató volt, vagy új gazdag volt. Hanem volt annak a ruhának egyfajta kopott, na nem volt szétkopva, de volt egy hordottsága, egy viseletessége, ami azt mutatta, hogy a gróf úr azért ezt a frakkot már jó ideje hordja. Patina, ez nagyon jó szó. Na most, ez ma nincs. Ma a rögtön azonnal meg tudom venni, ez a legmenőbb, ez a legújabb, mert az a menő, ami új, meg akkor vagy menő, ha fiatal vagy, ugye erről is beszéltünk, uh-huh. ez is egy ilyen jelenség, hogy fiatalnak kell lenni. Ha nem vagy fiatal, akkor már elvesztél. Mi az a baromság? De hát ez megy ma. És ugyanilyen az új ruha, a menő ruha, a föliratos ruha, sőt, ma már vannak cégek, ráírják a dátumot. Hogy melyik szezon? Hogyha már tavalyi bőrcsekibe azért érez már magad egy kicsit kellemetlennek. Néhány ezer már, euró. Igen, néhány, néha sok néhány. Sok ezer, igen. Tehát ez a fajta életigenlő, mondén, kifinomult elegancia, én azt gondolom, hogy ez sajnos most kikopóban van a világból. Ráadásul jött egy ilyen casual életmód, amivel egyébként nincs bajom, mert sokszor nagyon jó, meg nagyon klassz, meg jó a farmerjunk, jó a pamutnadrág, meg jó ez a melegítő nadrágból lett úgynevezett sweatpants, evel sincs bajom a helyén. De hogy egyébként egy érdekes jelenség van ettől függetlenül, hogy miközben a nagy cégek egyik oldalon ezt nyomják, orba szájba csúnyán mondva, nagyon sok cégnél feltűnően megjelent az Evening Collection, és az Evening Collectionben viszont nagyon elegáns és nagyon extra, most ha a férfi ruhákról beszélünk, és a nőknél is természetesen, de a férfiaknál is megjelennek a bársonyzakók, a brokádzakók, a koktélzakók, a dinerzsaketek, mert szerintem pont emiatt a casualség miatt van most egy nagyon széles szétszagadás, napközben már mindenki melegítőben van, viszont este, sajnos Budapesten nem, ha elmennek bizonyos helyekre, oda úgy érzik, hogy menő felöltözni. Ez úgy van, András, hogyha nézzük Hollywoodot, ugye? 1920-as, 30-as évek Cary Grant. Cary Grant mindig Cary Grant volt. Tehát ő mindig ugyanúgy nézett ki, írta is a könyvébe, hogy a legnehezebb dolog az életben állandóan Cary Grantnek lenni. Ma egy sztár elmegy este smokingba a Oscarra, és másnap hátrapörgetett biciklissap, vagy baseball sapka, melegítő, oldalára csapott nagyon drága bőrtáska, sportcipő megy az utcán. Tehát ilyen módon megváltoztunk. De ez a kor. Tehát én nem szeretem soha, amikor ezt úgy elkezdjük, tudod, ezt a jaj, a mi korunkban. Egyébként, amikor mi voltunk fiatalok, akkor egyébként meg aztán pont nem volt semmilyen elegancia. De korábban valóban volt, de a világban volt elegancia. Tehát ha megnézel régi fényképeket mondjuk Shanghai-ról, micsoda élet volt Shanghai-ban, micsoda bárok, ma az is más. Oké, de nem lehet mindent a korra fogni, tehát, vagy éppen fogjuk a korra, de itt vagy te nekünk, a mi Cary Grantünk. De szeretnék majdnem mondtam, hogy milyen nehéz lehet igen. Neked ja. Állandóan annak lenni. Én nekem ez magától jön, egyébként én szeretek így lenni, tehát nekem ez nem, ez nekem az igazi. Én ebben vagyok jól. De bevallom, hogy a utóbbi egy-két év, Covid, otthonülés, azért nekem is sokat lazította. Hát nehéz Kerigennek lenni, meg Schiffernek is lenni, mert ugye amikor meg azt mondják, hogy mondjuk, hogy én nem tudom, ezt a Schiffert, ez így alszik, ez így kell föl az ágyból, hogy ezt még nem láttam. Nem ezt egyébként. Otthon farmában vagyok, és fehér pólóban vagy kékben. Tehát azért mondom, a kor nem feltétlenül, mert ha csak a korra fognánk mindezt, akkor most lehet, hogy itt szétesve ülnél, nem tudom. Miben, mert éppen bocsánatra úgy nem volt időm. Igen, de ez nálam nem... Ez nem nálam, történhet meg. Ez nálam nem, őszintén. Tehát, de
Jó kérdés egyébként. Nekem a baráti köröm is nagyon vegyes, és nekem ez például nem számít. Tehát van, aki ilyen stílusú, mint én, van, aki meg nagyon laza, van, aki, érted? Meg van, aki ilyen rocker, meg van, aki fekete bőrdzsekibe jár és szakadt farmerba, és hogyha van köztünk vélemény, vagy van köztünk azonosság már, mint hogy érdeklődési körben jókat tudunk beszélgetni, még ezt sem biztosan mindig egyetértünk, sőt. Akkor az nekem az értékből ezt a szót akartam, mondani, hogy nem az az érdekes talán, hogy milyen stílust képviselő, hanem hogy önazonos-e abban, tehát hogy valamilyen fajta értéket képvisele, még ha esetleg mást gondolunk ez, is. És ez nagyon fontos, András. És ezt a hibát itthon nagyon gyakran követik el, vagy hallom, hogy amikor azt mondják, hogy stílus, akkor erről beszélnek. Nem, ez egyfajta. A bőrdzseki is ez. Meg a farmer fehér póló. Akkor előadást tartok, és akkor megkérdezik, hogy mi az elegancia. És az tényleg az egy és ezt használta egy híres óracég, ezt a mondatot, de nem ők találták ki. Az elegancia egy attitűd. Az nem a ruha. A ruha azt támogatja, alátámasztja, kiemeli, fényesebbé, színesebbé teszi, de a személyiségnek van eleganciája. Van, aki farmerbe, fehér sznékezbe és fehér pólóba is elegáns. Van, aki frakba se. Mert ez belülről jön, András. Persze vannak elegáns ruhák, ugye egy kis fekete ruha egy nőnek, vagy egy smoking, vagy egy frak, vagy egy sötétkék öltön, ez nyilván tök elegáns. Érdekes, hogy önmagában még nem áll meg, tehát ugyanaz a kis fekete klasszik koktél, vagy a csíkos öltöny, vagy a kockás öltöny, teljesen mindegy. Uh-huh. Tehát ugyanazt az öltönyt rádod valakire, meg a másikra, nem egyiken megáll, másikon meg azt mondod, hogy wow, hát ez valami csodálatos. Mert átjön, mert a személyiségéhez hozzájárul, illetve a személyisége járul hozzá, ez ide-oda. Van, aki ezért nem szeretem például, amikor ezekben a, hát most már tehetségkutatónak se nevezem műsorok, mert már inkább csak arról szólnak, hogy legyen valami a tévébe. Amikor ott van egy fiatal srác, és akkor ráadnak egy smokingot, és akkor egy smokingba kell próbálnia mondjuk előadni a My Way-t. Az nem jó. Azt a Frank Sinatra tudta úgy hordani, tudod? Tehát, hogy, és az Frank Sinatra azért tudta úgy hordani, mert 70 évig azt hordta, hogy a 70 nem, de 50. Tehát, hogy ezeknek a dolgoknak kell idő, érlelődnie kell, kell hozzá kor ezekhez a dolgokhoz. És akkor eljutottunk oda, amit mondtál, hogy ma rohadtul fiatalnak kell lenni. Igen. Hát fiatalok egyébként nagyon sokszor, nagyon sokan okosak, műveltek, világot láttak, de hát most mondhatnám, hogy mint a jó bor, de azért már a bor se kell, hogy megérjen, mert reduktív és friss. Már igen, már. Megisszuk, de azért ha nagy bort akarsz inni, akkor annak azért kell. Kell, hogy legyen mögötte egy pár év. A már tévét mondod egyébként, ebben bemerészkedtél most te is tavaly ebbe a táncos sorba. Igen, igen. Mert mennyire volt ez neked komfort? És nem terveztem erről beszélni, csak most beugrott a tévé kapcsán. Tudom, nem tudom, lejártam a szerződésed, vagy nem, nekem, hogy mondhassál bármit. De nem, idén már ugye nem voltam nem benne. Nem szívni kell, csak hogy... Nem voltam benne idén. Igazából ez egy jó kihívás volt. Voltak benne jó részek, voltak benne kevésbé jó részek. Jó csapat volt, bírtam, nagyon tetszett ez a közös, tehát ami nekem nagyon tetszett benne, ez a mindent megtesz mindenki azért, hogy valami jó történjen. Most aztán, hogy miből kell jót csinálni, az egy teljesen más kérdés. Nekem ott az legelső adásban egyből volt egy összeszólalkozásom a show világsztár vendégével, aki én azt se tudtam kicsoda. Én sem. Tehát szerintem sokan. Ezt én fenntartom a mai napig, hogy szerintem teljes, mindegy, én szerintem teljesen igazam volt. Ott aztán volt egy ilyen helyzet, hogy ő nekem megbocsájtott, de igazából én nem kértem tőle bocsánatot, ugyanis ez egy, tehát itt az a baj Magyarországon, hogy amikor van egy helyzet, ahol van egy versenyző, meg egy zsűritag, akkor a versenyző versenyzik, a zsűritag meg mond valamit. És Magyarországon, nem ez a műsor, igen, mindegyik ilyen izévé válik. Tehát akkor beszól, miért szólt be nekem? Hát akkor nem, tehát hogy jó, aztán persze megfordult a következő, hogy direkt mondatták ezt velem, nem mondatta velem senki, hogy nem csak világsztárnak kell lenni, hanem táncolni is tudni kell. Az volt a helyzet, hogy mi annyira föl voltunk spannolodva, hogy most jön, és előtte végigment a 9 magyar pár, és akkor jött, és
Oké, köszönjük szépen. Hát nem, annál, köszönjük szépen, az jó lett volna, de ez egy mellbevágás volt, amit ott láttunk. És aztán szerintem ő maga is rájött, hogy itt azért valamit kell majd csinálni. Tehát, hogy itt nem elég, hogy ő, mindegy, szóval ez volt a helyzet, off record, de hogy igazából én jól éreztem magam, de bevallom azt is, hogy nekem azért igazából ez ennyi elég volt ebből. Én nekem táncosok valók egy ilyen zsűribe, akik legalább érték, látják, hogy mit látnak. Na, okay. Nem csak néznek. Mindegy, most rólad van, vagy dolgokról beszélgetünk, beszélgetek veled. Az nekem nagyon érdekes volt, hogy, és nagyon bírtam, és nem, nem kell nekem most téged nyilván körbeudvarolnom, mert nincs rá szükség, de hogy nem tudtak belőled mondjuk öltözködés szintjén hülyét csinálni. Nem engedtem. Tehát, hogy ez engem ez izgatott, hogy volt ebben valamilyen fajta próbálkozás, aminek nem, te... Nem, én azt tisztáztam. Ez föl sem merült? Nem, tehát, én tisztáztam az elején, hogy én semmi idegen ruhát nem veszek fel. Most, ha nyilván lett volna mondjuk egy beöltözős helyzet, az teljesen más, de én magamat, tehát én nem akartam... Tehát a zsűrűben nem kell neked izének. Igen, én nem akartam kimozdulni magamból. Igen. De hogy nem, én nem is, ezt én nagyon, figyelj, azt kell mondanom, hogy tényleg maximális, nem tudok olyan mondani, hogy hű, valami nem volt korrekt, szerintem korrekt volt minden. Az, hogy a médiának van egyfajta helyzetkezelési automatizmusa a Magyarországon, főleg különösen, amiért én nagyon dolgoztam, András, az a zsűrizés közbeni bulvár megjelenések, majdnem minimalizálása. Tehát én ezt nagyon nem szeretem, hogy akkor hirtelen fontos, hogy ki a párom, meg ki az anyám, meg hány gyerekem van gyerekem, vagy nincs. Ezt én nem tartom fontosnak. Tehát szerintem az, hogy nekem ki a párom, meg hogy van egy fiam, az én dolgom. Most itt a te műsorodban szívesen elmondom, de igazából mi köze van ehhez a blikkolvasónak, meg a nem tudom melyiknek. Tehát, hogy ez nekem inkább volt tudom fontos. Úgy, hogy most ezt nem is tudod, kérdezem, meg, nem neked is van, de hogy nekem ez fontos volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon óvom, és te tényleg jó pár évtizede ismersz, én nagyon óvom magam attól, hogy én ilyen celebszerűségbe becsúszszak, és itt ezt a veszélyt egy kicsit éreztem. Határán mozogsz. Igen, de mindig kivédem. Határán mozogsz, nem kritika volt, hanem hogy... Tudom. Hogy hát bármi szól rólad, egy interjú, vagy... Jó, de... Bekerülsz a, nem tudom én, a bármilyen hírekbe, vagy egy magazinban. Én nem vagyok. Tehát nem nekem például nem az a nevem, hogy Tyotyó, hanem van rendes nevem. Tehát rájöttem, hogy ma Magyarországon az a celeb, akinek van egy magát híresnek tartó nője vagy felesége, és azután őt elnevezik Tyotyónak, vagy Kutyúnak, vagy Mutyúnak. Tehát ha már gyerekeket említed, és nem akarok előhozakodni a fiammal, aki DJ-ként operál. És, igen, látom. És akkor mindig időnként mondják neki, hogy és akkor, oké, de mi a DJ neved? És azt mondja a fiam, hogy de nekem van nevem. Tehát miért kéne DJ Kutykurutynak lenni? Tehát van nevem, én vagyok én megyek oda. Most mennyivel jobb, hogyha azt mondjuk, hogy DJ... Cocó. Igen. Mert akkor az érdekes, hogy Gigi Cocó összejött Szabó Mónival, és akkor Szabó Móni otthagyta, vagy Gigi Cucó otthagyta. Tehát, hogy... Na, ettől én távol tartom magam, és ezért dolgoztam. Egyébként egy vagy két cikk jelent meg, az is tele volt hülyeséggel. Tehát nem megfelelő fotók, nem avval lefotó. Tehát, na, mindegy. Nem bántom a bulvárt, én tudom, hogy a bulvár az egy külön bolygó, annak így kell működnie, viszont igyekszem kiúzni magam belőle. Egyszónak is száz a vége, a műsor korrekt volt, velem normális. A második évad... zsűri, ki lesz a zsűribe, ki nem, na ott éreztem egyfajta ilyen, megszellőztetünk valamit, és akkor cáfoljuk, meg majd, mindegy, ez ilyen, tehát én ezen nem, jó volt, jó emberek, klassz embereket ismertem meg egyébként. Kanyarodjunk vissza, mondjuk ugye a szakterületedhez. Na, az se kell. Hát,
90 körül, vagy mikor volt ez, amikor a Hugo Boss-szal 93, operáltál, 2, 3, vagy, és hoztad be ezeket a márkákat, meg lett a Kempinski-ben. Igen, az 94-95. Az üzleted, az hihetetlen akkor az egy nagy menőség volt ott, azt tudom, hogy a kirakatban így néztem befelé, hogy úristen, ez az Hugo ember, Boss, Jézusom, meg René Lázár volt. René Lázár, igen, sajnos tönkrement. Igen, tönkrement? Tönkre. Na, ők is. Na, ugye milyen érdekes, hogy nem csak a divatban, de hogy itt különösen, hogy mennyire múlandó minden, hogy azt gondolják az emberek, hogy van egy tradicionális márka, neki milyen könnyű, hát őnek ő csak úgy gurul magától az élet. És mondjuk... András, van egy Textilwirtschaft nevű újság. Ez a német nyelvű... Ez a német nyelvű textil szakmának az újságja. Esküszöm neked, online-ban van már nyilván, olyan, mint egy temetkezési rovat. Tehát beleolvasok, és csak az van benne, főleg a Covid... Tönkrement, éppen azelőtt van, hogy bezárják, még van egy próbálkozás, nagy márkák. Oké. A René Lázár is ilyen, a Boss más, a Boss egy nemzetközi márka. Kicsit ide akartam, tök jó, hogy mondod, ezt de örülök, hogy mondod, mert nagyjából ide akartam valahogy eljutni. Hát, nem kell kérdezned, én vezetem a beszélgetést. Parancsolj. Hova kell jutni? Át kell lépni bizonyos méreteket cégeknek, amik Magyarországon már óriási számok, ki nem, hogy át tudjanak válságokon lépni. Tehát, hogy kibírják azokat a jeges éveket, amíg most azért volt a divat szakmában. Egyébként a divat szakmában nagyon mások a számok, tudod, mindig óriási számok vannak, de ha máshoz hasonlítod, elektronikus ipar, autógyártás, nehézipar, akkor ezek ilyen apró a világban, 1000 milliárd dollár. Oké, de mégis globális brendekről beszélünk, szóval most egy Cseruti, Gucci, Cseruti Chanel. Sehol nincs. Hát ugye, tehát, hogy nagyon érdekes, hogy nem elég. Nino Cseruti, aki először vette magához Giorgio Armanit, hogy asszisztense legyen. Óriási. Szóval, hogy láttalak azon a 90-es évek elejé képen, egy ilyen Hugo Boss felirat a háttérben, hogy megérkezett, és stb. Szóval, hogy mondjuk ugye elmosolyogtam magam, hogyha így a mai fejeddel elét kerülnél így szembe találnád magad, hogy a nadrághoztól kezdve az akkor... Minden más volt. Tehát, hogy sok minden megváltozott, és azt akartam ezzel mondani, hogy a nagy márkák, amit elkövettek, hogy az, hogy ők tönkre mennek, meg tönkre mentek, van egy olyan érzésem, hogy ez tehát azért ez nem csak az, hogy változik a társadalom, a technológia, meg a gazdaság, hanem ők maguk ásták jó nagy ásóval a saját sírjukat, és akkor eljutunk azonnal addig a világig, amit fölépítettek, hogy és most bele is kergetik magukat gyakorlatilag a fast fashion, bonyolult szavakat nem tudok kimondani, arra, hogy fast fashion tempóba, miközben volt egy iszonyatos nagy nimbuszuk, egy brutális árazásuk, és erre kondicionálták az ő fogyasztóikat. Na most, ha azt mondod, ez pici piac, ugye Európa is pici, és akkor bejött Ázsia, távol kelet. Az mentette meg őket, András. Aki megmenekült, meg az oroszok, de rendben van. Először az oroszok, aztán Ázsia. De milyen ára volt ennek? Ennek volt az ára, most mondom neked, mint BMW nagykövetnek, a radiátor hűtőrács, és a klasszikus, amit ha kimész az utcára, ma minden második pasin fehér pólót fekete mezőbe egy Hugo felirattal látsz. Szóval, hogy ez az ára? Nagyon jó helyen fogtad meg egyébként. Tudom, hogy ennél jobb válasz nincs egy alanytól egy kérdezőnek, hogy egyszerűen... Leborulok, nagyságod. De hogy és valóban... És nagy nagyon jól látod előtt, hogy ezt... Tehát, hogy nagyon jól látod, hogy ez egy, hogy ennek ára van. És egyébként most megy a mozikba a House of Gucci. Yeah. Ami tele van csúsztatással, mindenféle, de a Gucci erre egy jó példa, hogy a Gucci a 60-as évek, 70-es évekig még a márkák márkája volt. Az első igazi global brand, akkor még nem volt Louis Vuitton,
Se a Louis Vuitton az egy nagyon jó kézzel készült börtön. Börtöncég volt Franciaországban, és Gucci, ugye a Via Condottin üzlet Rómában és New Yorkban nyitottak, ami az Aldo Gucci-nak volt a zseniális ötlet, hogy Amerika felé kell menni. Aztán ugyanez jött a Giorgio Armani-nál, aki az American Gigolo-val berobbant Amerikába. De az a lényeg, hogy aztán egyszer csak tönkre ment. És ha nincs ez az új hullám, és nem jön Tom Ford, és nem rakja rendbe a Gucci-t, akkor lehet, hogy ma nincs Gucci. Tehát, hogy talán egyébként érdekes, mert egyébként most nem tudom, lehet, hogy csak az én fejemben, mert ugye minden márka nem más, mint egy percepció, csak a fejünkben, tehát ezek csak nevek egyébként. De azért ma már azért elég plakatív nevek. De oké, csak azt akartam mondani, hogy még mielőtt félreérte ez, hogy tehát az én fejemben a Tom Fordnak a brandje, vagy a márkája, ha már kimondom, egy sokkal erősebb percepció, mint maga a Gucci. Mert azt tette egyébként, most arra gondoltam, hogy milyen jó lenne egy viszki, meg egy szivar, de mindegy. Én láttam is a kezedben. Mert valahogy úgy forgatom. Tehát, hogy a Tom Ford hozta föl a Gucci-t, és a Tom Ford egy zseni. Tehát nincs, itt lehet mindent mondani, meg olvasok magyar izét, ilyen magyar blogger, Tom Ford, tehát az a baj ebben az új világban, hogy tényleg mindenki minden hülyeséget leírhat. Egyszerűen ő egy átütő, tehát ő egy reneszánsz ember, ezt látni kell. Mindenbe, a kamera mögé, amikor beül és filmet forgat, vagy rendez, divatba, illatba, formadizájnba, ő egyszerűen egy zseni. És ő 2004-ben hagyta ott a Gucci-t, és 2004-től 2010-ig csendben volt. Nem csinált semmit. Jött a lassan, akkor jött a napszemüveg, aztán jött a parfüm, és aztán jött a férfi kollekció, a filmek, és aztán a női. Tehát ő neki volt egy, és most jött ki az új Tom Ford 002, az új könyv, ami természetesen már meg is kaptam Anikótól, és ebben ő ezt leírja, hogy ez neki milyen nehéz időszaka volt ez a sehol. Tehát azt mondja, hogy képzeljük el, hogy az egyik nap még 42 terminus van egy héten, és a másik jövő héten semmi. Amikor ugye eljött, ugye azért azt se felejtsük el, hogy ha jól emlékszem, akkor az ő részvény opciója 100 millió dollárt ért, amikor eljött a Gucci-tól. Tehát azért avalúgy még Amerikában is el lehet lenni. Szenvedett, de túlélte a jeges. Zseniális a pari. Igazad van, hogy a márka mai ereje. Neki az ő jeges üzenete, idejéből, bocsánat, legalább volt viszkije, hogy a jégből tegyen bele. Akkor még ivott sokat. Most már nem iszik. De igen, így van, tehát, hogy márkáknak vannak, nyilván vannak hullámok, tudod? Én például, amikor én Hugo Bossoztam, az nekem egy sokkal magasabb minőségű boss volt a 90-es években. Az egy fogalom volt, a boss. Ma nem olyan. Óriási siker. Neked annyira volt kritikus egyébként elengedni azt a vonalat? Mert ez mégiscsak akkor azért, most már nem tudom, ez 30 éve. 26. Hát oké, két és fél évtized. Figyeljünk, András, mi korunkban már minden év is számít. Meg számon is kérnek, meg számít is. Nem feltétlenül magamtól hagytam ott nekem volt egy üzleti helyzetem, amiből nem tudtam. Oké, csak hogy akkor még mondjuk úgy, hogy hogy mondjam, a boss, mint hívószó erősebb volt, és a te saját brandedhez képest, tehát hogy most inkább azt mondom, hogy oké, akkor mivel foglalkozik a Schiffer, megkérdezzük, mint hogy mit csinál a boss most éppen. Hát azért a boss nyilván iszonyatosan abszolút, de másról szólunk, persze. De hogy akkor meg nem akkor volt, mennyire volt neked ez egy elengedni ezt a... Azért egy más korban voltunk még, azért ne felejtsük. Igen, de azért elég jót léptem, mert Nino Cerutisztam. Tehát átmentem a Bosstól egy olyan márkához, ami akkor a Boss fölött volt jóval. Tehát aki kisebb márka volt, és itthon persze még kisebb volt az ismertsége, de presztízsileg úgy érezted, hogy... Ehhez képest mikor kezdtél el azon gondolkodni, hogy elkezded építeni a saját brandedet, vagy a ruhabrandedet, vagy nyilván a saját személyes brandedet? Tehát... Hát a személyes brandépítés, meg az egész az előadásokkal jött össze, és ugye a ruhabrand pedig a kézivel, mert ugye ez az, igen, igen. Ez méretes, és hát ez a másik téma, mert Magyarországon már mindenki méretes csinál. Tehát egy városról senki nem látok méretes öltöny, de minden negyedik poszt arról szól, hogy X meg méretes csinál. Egyébként nagyon érdekes, és most bocsánat, hogy ez eszembe jut, hogy
annyira hihetetlen jelzőket tudunk mi magyarok magunkra akasztani. Tehát amikor a magyar divat berobbant a világba. Mi? Ki robbant be? Hova? Tehát, hogy a magyarok az élvonalban. Hol? Melyik? Ki? Melyik? Lehet, hogy van egy magyar márka, aki egyébként úgy kezd a küszöb alatt egy-két helyen megjelenni, de hogy mi ebben nagyon jók vagyunk ebben az önámításban. Egyébként mindenben, mert a történelemben is így vagyunk, meg mindennel. Na, vissza. Csak ezt el akartam mondani. 2000-ben megjelent az első könyvem. És igazából a könyv... 2000-ben? Ja. Ja. 21 éve. Tényleg öregszünk. Ja. És akkor megjelent az első könyvem, és az hozott szerintem egy jelentős változást. Ismertség, publicitás, újságcikkek, végre volt egy könyv, amit nem csak dumáltunk, hanem meg lehetett fogni. Oké, de ez így beszaladt, vagy elkezdtél ezen dolgozni, hogy hát most már akkor saját arci lehet jobban mutassa meg, és ne nagy márkák farvizén, hanem... Én szerintem igen, el akartam szakadni. Igen, nagyon jó kérdés. A bossznál megtanultam, hogy nem szabad egy márka alatt repülni, mert ha a márka elmegy, akkor te is elrepülsz. Tehát neked úgy kell a márkával menned együtt, hogy közben a saját magad is legalább azon a szinten legyél prezentálva. Ez annyira így volt, András, hogy én még 2010-ben is kaptam Schiffer Miklós Hugo bosszos levelet. Tehát, hogy összefortam a márkával is, de közben magam is tudtam a saját brendemet építeni. Ma mindent átsző, hát a sajtót meg különösen te is tudod nagyon jól, hiszen része vagy a médiának. Te is nagyon jól tudod, hogy átsző, szerintem része vagy, néhány évet, de átsző egyfelől a politika, ami önmagában már torzít, átszőnek gazdasági érdekek, tehát ha a New Yorker azt írja egy könyvről, hogy jó, akkor azt mindenki elfogadja. A New Yorker azt írta, hogy jó. Ha a New Yorker azt írja, hogy rossz, akkor mindenki elfogadja, hogy rossz. Ma Magyarországon nincs egy olyan sajtótermék, már kifejezés is olyan ideg, amire feltétlenül tudnál hagyatkozni. Tehát ami azt tudod, nem azt mondom, hogy az Elite magazin ez volt, jaj, tehát nehogy ide menjünk, csak voltak régebben, ahogy mondtad, tehát voltak dolgok, ahova bekerülni vagy megjelenni ott, az úgy érezted, hogy presztízs. Ma mindenki tudja, hogy bejutott valahogy, ismerje valakit, vagy érdekébe áll valakinek. De én azt gondolom, hogy a világ... Ma egy kicsit értelmet nyer talán Woody Allen mondás, nem tudom, hogy már ki ez, talán ő mondta, hogy tudod, amelyik klubba engem beengednek, oda már nem akarok tartozni. Igen. Szóval ez igen. Egy kicsit most életre. Ez is persze egy kicsit ki van fordítva, de egyébként a luxust emlegeted, meg a minőséget, ez Aldo Gucci, az a bizonyos Aldo Gucci, aki ebbe a filmbe ugye az Al Pacino által van megformálva, és emiatt nagyon sok kritikát kapott a családtól, mert Aldo Gucci 1,80 magas volt, és 80 kiló egész életében, szegény Al Pacino, meg azt gondolom, hogy le a kalappal Al Pacino, egy nem tudom, az 20. század és 21. század egyik színész zsenie, de én szerintem ennek a visszavonulás dolognak van egy határa. Tehát amikor érezni kell, ez körülbelül olyan, mint amikor az Irishmanbe a De Niro ilyen fájó derékkal rugdos valakit. Tehát én szerintem ő öreg lett ehhez a szerephez, púpos. Tehát nem jó, hiába teszik rá a legszebb kézzelvarró töltönyöket, nem az jön vissza, amit Aldo Gucci képviselt, de volt neki egy nagyon nagy mondása, ezt nem bírtam megállni, hogy ne mondjam el. Azt mondta, hogy a minőséget, nem, az árat már régen elfelejtetted, amikor a minőség még mindig veled van. Ez a luxus. Ez jó. Érted? Tehát, hogy az a jó, annak a terméknek lehet ára, ahol oké, meghökkentő az ár, de 10 év múlva is veled van a minőség. Amikor azt az árat már vagy elinflálódott, vagy elfelejtetted. Tehát, hogy az a jó termék, ahol amit nem, tehát
azért a luxusban az is benne van, és itt sokszor kritika a luxus, azért a luxusnak az a dolga, hogy luxus. Tehát, hogy ne tudja mindenki megvenni, mert ha mindenki meg tudja venni, akkor már nem luxus. Tehát miből él az Hermes? Az Hermes abból él, hogy lecsökkenti, tehát beszűkíti ezt a tölcsért, egészen beszűkíti, és amikor te meg tudsz venni egy Hermes táskát, na akkor úgy érzed magad, hogy Atya, Úr, Isten, megvehettem! Ezt nagyon kevés márka tudja elérni, András. Minden szinten minden márka használata egyébként, ahogy mondtad, az önkifejezésünk legegyszerűbb módja, tehát ennek vannak nyilván különböző szintjei, és elképesztő, ebből kifejezőleg ugye elképesztő, hogy is mondtad egyszer, egy divat áldozat van, vagy nem tudom. A tehát, fashion victimek, áldozattá válnak. Igen. Szörnyű. És a könyveidről jutott eszembe, hogy miből születhettek a könyveid tulajdonképpen, mert nem is tudom, hogy akarnálak téged idézni, de hogy eleget lett a bunkóságból, vagy a nem tudom én, hát bunkol, én azért mindig óvatosan fogalmaztam, sőt, minél idősebb vagyok, annál óvatosabban, mert annál megértőbb vagyok. Már nem is merem azt mondani, hogy idéztelek valahonnan, mert már végképp nem tudom. De a lényeg az az, hogy kicsit eleged lett, és ami nem baj, hogy de a drive az volt egy kicsit ilyen, az Úristen itt már neki, szóval ezt már nem bírom nézni. Igen. Ez igazából, én azt mondtam volt régebben mindig, hogy ezek sorvezetők, ezek a könyvek. Ezek nem azt mondják, hogy csak így, de azt mondják, hogy ajánlom így. Tehát, hogy kicsit az emberek fejébe összerakni az öltözködésnek azokat az alappilléreit, amin föl tudsz építeni valamit. Na most, ahogy a könyvek haladnak előre, úgy lesz egyre inkább önző az írói látásmód, és az utolsó könyveim, az egyik most jelent meg éppen, akartam elmondani elegánsan, ja, de tudom, hogy mindegy. Most megjelent, és újra. Igen, az arról szól, hogy Schiffer stílus, amit én úgy gondolom. Kész. Van, aki mindig, nem, van, aki igen. Mindig elegánsan elmondott, hogy téged nem érdekel, hogyha másképp gondolja, meg persze, oké, de közben meg azt gondolom, hogy már pedig nem vagy ilyen. Hogy nem vagyok ilyen megértő? Nem vagy ilyen megértő. De nem, ez most... Ja. Mint... Nem, de... Na, nem igen. Igen, nem. Tehát, hogy... Nagyon megértő lennél, és... De nem akarok ezt nem kritikának szánom, de hogy nem jelentek volna meg szerintem feltétlen ezek a könyvek. Tehát, hogy ebbe kellett egy ilyen... Persze, van is benne. Tehát ebbe van is valami, hogy az Isten áldjon már meg, teket rázzátok már meg magatokat. Akit ez érdekel. De még egyszer, tényleg hidd el, tehát, hogy nem, én nem akarok... kinyilatkoztatni, mert nem, tényleg nem. Leírok valamit, és akit érdekel, megveszi. Akit nem érdekel, nem, akit érdekel, eljön egy előadásra, akit nem érdekel, nem jön el. Van egy 100 000-es követőtábor, ami nekem sok, Kovács Adélka Cucónak kevés, mert ő neki 480 000 követője van. Az lehet, hogy az én 100 000-em viszont valódi. Tehát érted? És ez fölépült, András, ez 10 év alatt épült fel a Facebookon a nulláról. Tehát a nulláról 100 000-re. Én soha nem hirdettem, soha nem vettem követőt. Érted? Tehát én azt mondtam, hogy miért vegyek? Tehát, hogy ez egy önbecsapás, ami folyik egyébként a médiába, mert mindenki becsapja önmagát. Mert volt olyan, hogy voltam egy adott helyzetben, és akkor volt egy influencer, meg voltam én, és akkor azt mondta nekem az adott cég, hogy hát az influencer, amikor föltesz valamit, az micsoda óriási siker. És ha én fölteszek, hát az is van, de hát nálam van 1000 like, ott meg van 8000. Erre ez egy karácsonyi poszt volt, András, jó? Erre tehát egy Merry Christmas poszt volt, ami alatt volt a 8000-ből 6900 arab like. Oké, erre érted? Szoktam én azt mondani, amikor nálam a számokat nézik, hogy loptam az idézetet, de én nem érek el mindenkit, csak aki számít. Igen, így van. Hát, többet nem tudok tenni. Na, pontosan, én ugyanebből indulok ki, tehát, hogy én azokhoz szólok, akiket érdekel az én véleményem. Érted? Tehát azért kapok néha levelet a Facebookon, írnak hölgyek,
hogy az én oldalamon csupa vékony karcsú nő van. Hát, ez az én nekem ez tetszik. Okay, ilyen van otthon is, bocsánat. Tehát érted, mit mondok? Tehát, hogy nem akarok, na de itt nem akarok megfelelni. Figyelj, nagyon ódivatú vagy, ne haragudjál. Miért? Tehát amikor azt mondod, hogy hiszek a nőies nőkben, meg a férfias férfiakban, ez ma nem komfortos. De én ebben tök következetesen. Egy kicsit el akarom viccelni ezt a mai világot, hogy ebben hogy érzed magad. Jókat röhögök. De hogy te szoktál fogalmazni, hogy ez nem úgy van, hogy hordjál zöldet. Tökre elegem van. Unod? Részben igen. Nem is ezt unom. Igazából a Magyarország az egy olyan ország, hogy mindenki az, amit mond magára. És azt tényleg néha mosolygásra ingerel, amikor látok egy önmagában teljesen összeszedetlen embert, és akkor azt mondják, hogy ő egy stílus tanácsadó. Hát, tudod, tehát hogy azért valami, ez egy vizuális szakma. Tehát valamit azért neked önmagadban is, a stílus egyébként fegyelem. Tehát, én gondolnám, hogy ez egy tapasztalati szakma is. Nem hát csak, persze. Nem csak, na de hát az nem tapasztalt, aki 24 éves, viszont kiírja a neve alá, és akkor... András! Én tényleg azt gondolom, hogy virágozzék minden virág, és ezt te is mondhatod. Jó, de 5 év alatt nem lehet 50 év tapasztalat. Persze, azért megszerzni. Mondom, hogy nekünk, tehát nem kell Orbán Viktor kedvenc mondása számomra, mindegyikkel, ha jól tudom, Dakota, hogy a sas nem kapkodj legyek után. Én nekem ez a felfogásom, és én még ráadásul azt is tudomásul veszem, András, hogy 56 éves vagyok. Nekem, én is csinálom ezt 30-valány éves korom óta, és nem biztos, hogy ezt fogom csinálni 65 éves koromban, mert nem fogom akarni csinálni, csúnyán mondva. Tehát nem baj, jöjjenek, tehát legyen, aki majd csinálja, legyen, aki foglalkozik ezzel, de tisztelje annyira azt, hogy ő más embereknek tanácsot ad, hogy készüljön fel, és legyen ebben valami fajta tudatos építkezés, ez a te szakmád. Tehát, hogy ne csak mondja magáról, hogy valami, hanem legyen is az. Az mondjuk nem lényegtelen. Azt mondod, mindig olyan stílus fegyelmet ad, egy kicsit megfordítanám, hogyha már arról beszélünk, hogy belülről építkezünk és önazonosan, hogy legyél is az, hogy tulajdonképpen a stílust, a stílus magától megjön, ha önazonos vagy, és a fegyelmezettség mutat egy stílus most, hogy ilyen bénán fogalmazzak. Nem csak a stílushoz fegyelem is kell. Tehát a következetesség, tudod, sokkal nehezebb következetesen lenni valaminek, mint kicsit egyszer ilyennek, kicsit egyszer olyannak. Na, ezt akartam mondani, csak nem vagyok a szavak embere. Nem. Tehát, hogy oda-vissza hat a kettő, igen, ezt akartam nyilván, ezzel nyilván, mondani. Nyilvánvaló. És a Tom Ford reneszánsága még úgy jutott eszembe, hogy nem tudom én, terveztél te széfet, meg most szemüveget, meg most nyitsz egy új szalont, stb. Tehát, hogy megint egy kicsit, szóval, hogy azért mégse unatkozom. De itt is abba ütközöm, hogy ennyi méretes szabó, ennyi kéziruha, mint Budapesten, talán Londonban van. Érted? Tehát, hogy bocsánat, a kifejezésért nem biztos, hogy egy interjú beszélgetésben ezek hazugságok. Tehát szélhámiák. Habár igaz, hogy az a szó, hogy hazudni, az ma Magyarországon teljesen. Én emlékszem, hogy mondjuk 10 éve ezelőtt egy politikus azt mondta volna a másiknak, hogy maga hazudik, akkor becsületsértésé följelentettem azt, hogy valaki másik, hogy pár hazudik. Párbajra hívták még. Igen, azt mondja, hogy hazudik az ön, de azt mondom, hogy jó fej vagy. Tehát kb. Ilyesmi vagy. Nini, te is napra kész vagy, ez a igen, maga hazudik. Igen, igen. De valóban ezek a hazugságok, ezek a teljesen megalapozatlan szélhámosságok. Ez őszintén bevallom, hogy zavar, de már nem harcolok ellene, mert túl vagyok már azon. Oké, de csinálod a saját dolgodat, és így én van. Is, amikor egy ilyen portrénak nevezett, vagy hosszabb beszélgetést csinálok, akkor ámítom magam azzal, hogy azért mégiscsak valamit létrehozok, valamit alkotok. És akkor innen jutott eszembe ez az egész, hogy érzed magad azért, hogy mondjam, alkotónak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy alkotás, igen. Tehát a reneszánságra ez jutott eszembe, hogy egy a kicsit... A könyv magába alkotás, András. Tehát tudod, a könyv az
Nem tudom, biztos csináltak már velem 200-250 interjút. Biztos. Most ez minden izénél biztos vagyok benne. Jó, olyan ez a 251-edik ez le, de nem, ugye, nem ilyen, nem újság. Jó, ne, igen. Okay. Na most biztos, hogy el van téve 22. De a 23-at már nem teszed el, mert újság. A könyv, az könyv. Az annak van egy... Bocsánat, ne haragudjál, ez már ne is haragudjál, ez az én könyvemben le van írva 2013-ban, hogy számomra egy könyv, az könyv. Na hát tehát akkor ezt így, látod, így, valószínűleg ott olvashattam, idéztél, és idéztem. De hogy tényleg, tehát az egy teljesen más érzés, mint hogy megjelenik veled egy interjú. Ugye szép a magyar nyelv, mondta te is, mindig a könyv azért fontos nekem, mert ugye bennem az, hogy kézzel fogható. Igen. Szóval egy vicces, az én interjúim is, ugye fönt voltak a neten, elhangzott a rádióban, és akkor persze, jó van, és akkor megjelent a könyv. Ó, hát igen, könyv. Hát nem, az egy könyv. Szerző úr az. Így van, az de könyv. Minden esetre a másra nem arra jó lesz, hogy a gyerekeimnek a polcán van egy, és rá van írva a nevem, és mégis valamilyen fajta tradicionális. Meg benn vagy az Országos Széchenyi könyvtárban. Igen, hát még az is lehet. Mert hát van ilyen... Kötelező példány. Na, akkor igen. No, legyen így. Az utolsó kérdésem, vagy gondolatom, mert nem is kérdésem, mert nem csak kérdezek, beszélgetünk, hogy nyilvánvalóan a tevékenységednél, a személyiségednél fogva, ezt elvitatni nem lehet, így vagy úgy pénzért, vagy olvasnak, de hatással vagy az emberekre, a körülötted lévőkre, meg egy kicsit nagyobb, akár 100 000-es követő, vagy még nagyobb olvasói táborra. Ami engem ennél sokkal jobban izgat, hogy rád mi van most hatással. Tehát itt vagyunk a 21. században, 2021 végén, vagyunk egy gazdasági, társadalmi, technológiai helyzetben. Most mi az, ami téged izgat, amire tényleg azt mondod, hogy igen, ez megérint, és nem csak te formálsz, hanem téged formál. Hihetetlen jó kérdés. Őszintén. Végén egy ilyen kérdés. Ezt berakjuk az elejére. Nem, és akkor jól indul. Az az igazság, hogy ezt még talán sose kérdezték meg tőlem. Most komoly. Te sose. Ez tök jó kérdés. És amióta föltetted, egyfolytában azon gondolkozom, hogy hogyan foglaljam össze. Nagyon furcsát fogok mondani. Ma arra törekszem, hogy semmi ne hasonl rá. Tehát annyira zavarodost, annyira értéktelen, annyira össze-vissza, annyira hazug. Minden, András. Tehát, bocsáss meg, azért mi fölnőttünk egy világba, akkor este mondtak valamit a híradóba, annak volt valami fajta valóság alapja. Még annak is, hogy nem tudom, Szabó elvtárs elment és felavatta, nem tudom milyen MGT-t. Keményebbet mondtam, ha este ígértem valamit, bármilyen állapotban is, ez másnap is úgy így van. Így van. Hát ma... Mi? Tehát, hogy ez biztos, hogy megpróbálom magam kivonni a napi hírek alól. Ami befolyással van rám, és ami miközben hatással... nem vagyok zöld, ezt is beismerem. Egyre jobban érzem azt, hogy izgat, hogy mi lesz. Tehát, hogy fog a világ változni. Például hibrid autóval járok, ami már egy kicsit, talán azt mutatja, egy kicsit az ember odafigyel arra, hogy a világ körülötte, vagy fölháborodok a fogkrémen, amit egy ekkora papírdobozba küldenek el, miközben nem adnak egy papírzacskót, amikor veszel egy 100 000 forintos jackit. De ma egy olyan világ van, nézd, amikor mi felnőttünk, vagy a mi előttünk, akkor egy zenész 50 évig volt zenész. Ma mennyi ideig az? 2 év? Jön az új. Ma mondta egy barátom, hogy hallott valami zenét, hazament, megmutatta a gyerekeinek, mert neki mondta egy 20 éves, hogy ez milyen menő, és mondta a 10 éves fiú, hogy apa, ez lerágott csont. Tehát, hogy túl pörög ma minden. Miközben azt hiszik zenékre, hogy ez milyen új, többször előfordult a fiam barátai nappaliban, mondták, itt ez tök új, ez nagyon szuper. Lementem a pincébe, felhoztam a Bakelit lemezt, mondtam, gyerekek, 1972. Ja, igen. És felraktam nekik az eredetit. Mert azoknak a zenéknek volt értéke. Uh-huh. Tehát nekem az a bajom, András, okay. És azért igyekszem kivonni magam a mai világ behatásai alól, mert szerintem rettenetesen értéktelen a világ körülöttünk. Ez most nem jó végszó, tudom, egy beszélgetésnek, de én nem érzek most értékeket.
Csak egy dolog van, mert a pénz mindenkinek fontos. Neked, neki, a hallgatódnak, a mindenkinek. De hogy ennyire ilyen ez a habzsoló és nem érték élvező a társadalmunk, érted? Tehát, hogy azt tudja csak, hogy oda el kell menni nyaralni, de hogy hol van pontosan, nem biztos, hogy meg tudja mutatni a térképen. Ez nekem nagyon sekélyes lett minden. Minden sekélyes. Hogy mondjam, kicsit kiszúrtál velem a végszóval, de minden esetre vidám dolog számomra, hogy végre először ilyen keretek között is beszéltünk. Meg megkérdeztél tőlem valamit, amit még sose kérdeztek meg. Igen. Érték alapon. Igen. Ugye, hogy a szlogenem mondja, érték alapon. Úgyhogy maradjunk mi ilyen alapon. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a figyelmet.